Annak. Köszöntünk mindenkit, ez már a mai Mozaik. Hello, Enikő. Hello, olyan furcsa volt hallani a szádba, hogy boldog hétfőt, ezt így pénteken szoktad, hogy péntek van! Hát de... Valentin nap van, Roland, Valentin nap van. Nagyon szeretném. Sok boldogságot kívánok mindenkinek. Kedvenc ünnepem a Valentin nap, Marcelinának is a kedvenc ünnepe. Nem sokára megbeszéljük, hogy hogy ünnepelted annak idején, vagy most hogy ünnepeled. Viszont előtte még elmondjuk gyorsan, hogy akkor mivel is foglalkozunk a mai Mozaikban, de még mielőtt kitérünk arra, hogy ma minden lesz, azelőtt mondjuk gyorsan, hogy igen, megszületett a téli olimpiák történetében az első magyar aranyérem egyéniben, és természetesen gratulálunk Liu Shaoangnak. Reggel 8-kor volt egy sajtótájékoztató, hogy pontosan mi történt. Erről be fogunk számolni egyébként délután a Radar című műsorunkban. Na és akkor még mielőtt tényleg elmondanánk, hogy mi lesz a mai Mozaikban, azért az éjszaka folyamán nagyon sok minden kiderült, többek között az, hogy még mindig nagyon nagy forma Snoop Dogg, Eminemet még mindig nagyon sokan szeretik, és a Halftime Show olyan volt a Super Bowlon, az 56. Super Bowlon, mint szerintem még sosem, és gratulálunk a California Ramsnek. Na, akkor lássuk! Te ilyen fáradt, akkor megnézted ezek szerint? Ha már olimpikonok, akkor azért tegyük hozzá, hogy Péni István sportlövőnk ma ünnepli a születésnapját, úgyhogy Isten éltesse innen is sokáig, és ahogy már említettük, Marcelina már itt van velünk a stúdióban, nem csak arra kérdezünk rá, hogy neki milyen lesz a Valentin nap, hanem hogy hogy csinálja, hogy ilyen eszméletlenül jól néz ki, illetve mik lesznek még? Foglalkozunk például még azzal, hogy Vészabó Noémi festőművész Leonardo da Vinci díjat kapott a közelmúltban Firenzében. Illetve szívbarát étterem kampány is indult Magyarországon, utána járunk, hogy ez mit is jelent. És egy születésnapi adománygyűjtés is lesz, meg a 3G megszüntetése is lesz, csomó minden lesz, kezdjük el a mai Mozaikot. De jó, hogy jöttél, köszöntünk itt a stúdióban. Jó reggel. Marcel. Nagyon három örülök, kérdést föltettünk még mielőtt megszólítottam. Nekem még reggel van. Jó, hát a bohém életstílushoz ez hozzátartozik. Na, szóval, hogy annyi minden történik veled, meg történt veled az elmúlt napokban, szépen lassan menjünk végig mindenen. Itt ül velem szemben egy csaj, remélem, hogy nem bántalak meg, hogyha így fogalmazok. Nem, kérlek rá. Annak idején még szexi lédiként tűnt föl, aztán még most is az. Hát ezt akartam mondani, hogy javítsd ezt ki. De most már valahogy másképp állsz ehhez hozzá. Úgy értem, hogy áttetted a kis létezésedet különböző közösségi oldalakra, meg különböző kis videókat csinálsz. És ami a legfontosabb, Isten éltessen utólag is. Jó, igen, vízöntő vagyok, és tulajdonképpen február 1-én lett volna a születésnapom, ami sajnos elmaradt. Pedig óriási bulit szerveztek a Marcelina rajongók, a rajongóklub, hú, nagy őrület lett volna, de majd bepotoljuk, mert sajnos volt egy úgynevezett anafilexiás rohamom, ami miatt allergia, ételallergia. Most az a bizonyos vlog is elmarad, illetve az is eltolódik március közepe felé, ahol elmondom, hogy miért vagyok ilyen eszeveszett, ahogy te mondtad, igen, állapotban. Igen, ezt a szót használtam, tehát, igen. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy közel a 70-hez mindenki bombáz azzal, hogy mit csinálok, hogy mi a titkom. Elárulom, hogy titok nincs, ár van, hogy mi az ára annak, hogy az ember így néz ki. És akkor ez tulajdonképpen 20 éves korom óta következetesen csinálok dolgokat, és ebben a vlogban, tehát életmód, amit én tulajdonképpen nem realizáltam, hogy ez valami különleges. Én így éltem meg a gyerekkoromat, hogy így neveltek, hogy mi mindent kell tenni azért, hogy az én testem jól érezze magát. Mert nem elég az, hogy én jól érzem magam a testem kárára, hú, ez nagyon rosszul hangzik, hanem hogy a testem is tényleg mindent megkapjon, amit adhatunk neki, és most ebben a vlogban egy igazi szakemberrel összefoglaltuk ennek a tematikáját, meg a hátterét, hogy ne mondjak hülyeségeket, mert mint ahogy mondtam, én nem tudtam. Igazándiból ez mostanában lett ilyen eszeveszett nagy szó, hogy segítenek az embereknek, hogy hogy éljenek, de mi már a mikorosztályunk így kezdett el élni, tehát ez belénk lett nevelve, és valahogy elfelejtődött. Na ezt fogjuk felfrissíteni abban a vlogban, ami március közepe felé indul. Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor ilyen március eleje közepe felé, igen, csúszott. Ez abban segíts nekem, hogy akkor most már vlogolsz, meg TikTokolsz, volt olyan, amit több mint 100 000-en megnéztek. Ja, ne is mondd, akkor elájultam. Most már feltalálod magad az internet világában, mert hogy van egy ilyen legenda, hogy régen még digitális anyagokat sem tudtatok csinálni, mert olyan kisugárzásod, vagy te bementél valahova, és szó szerint kisültek a gépek. Ezt te hallottad? Igen. Hát ez tényleg így volt, ugye az őskorban azok a komputerek még nem úgy lettek megépítve, és én
hát most mit mondjak, van erős kisugárzásom, és szó szerint az a gép, amikor én bementem, az így csinált, hogy nagybetűkkel kiírta, hogy error. Úgyhogy engem, ugye úgy Ausztriában, mint itthon, a stúdióban csak manuálisan, tehát digitálisan nem lehetett fölvenni évekig, úgyhogy évekig nem nyúltam a komputerhez, és amikor az első komputeremet mégiscsak meg kellett venni, mert a divat kollekciómhoz kellettek a programok, hogy összeállítsuk, akkor így kinyitottam a komputert, és elkezdtem simogatni, és beszélgettem vele, amit egyébként a mai napig művelek, hogy szia, mi barátok vagyunk, felejtsd el, hogy én mit akarok, együtt kell dolgoznunk, úgyhogy ez egy ilyen kis... Annyi mindent csináltál már az elmúlt évtizedekben, tehát hogy elsősorban színpadon álltál különböző formációkban, voltak különböző tehetségkutató műsorok, voltak külföldi fellépések, és akkor most hát a virtuális világ mellett azért a Marcelina színpadon nevezetű performance megmarad? Persze, persze. Hát most nyáron őrületes felpörgés volt, tehát karácsonykor pedig két koncert volt, az egyik a Rock Múzeumban, ahol egy szaxofont adományoztam, hogy úgy mondjam, a Rock Múzeum részére, mert nem volt még, képzeld, a Rock Múzeumban minden van ott, Hammond orgona, gitár, meg mindenféle nagy ikonoktól. Szaxofon még. És szaxofon pedig hát a rock and rollnak elkerülhetetlen tartalmi jegye a szaxofon. Nem, nem mindenkinek. Viszont pont ezen gondolkodtam, hogy a 14-5 éves korod óta vagy színpadon volt a Kócbabák, hogy jött be ebbe az egész képbe a szaxofon? Hát tök véletlenül. Tulajdonképpen Lipcsében, akkor annak idején ez még NDK volt, nem tudom, hogy ki emlékszik rá. Elég sokan. Jó, akkor megnyugodtam. Nem a szövetségi köztársaság, hát, hogy ne menjünk bele a történelembe. Valami jól kerestünk, mint vendéglátós zenekar. És akkor még német márkát. Tessék? Akkor még német márkát kaptatok. Kelet-német márkát. Ez nagy különbség volt. És sok pénzünk volt, mert jól kerestünk, és nem volt az üzletekben szinte semmi. És egyszer tök véletlenül megláttam a hangszerüzletben, ami előtt mindig este elmentünk, csillogott-villogott egy Beundes kelet-német márkájú szaxofon, és potom pénzért, tehát fillérekért. Mondom, én ezt megveszem, az év üzlete lesz, megyek haza, úgyis pár nap múlva, és megcsinálom az év üzletét. Na, ehhez képest meghosszabbították a szerződésünket 2 hónappal, és mondom, hát itt a szaxofon, hát most akkor visszamegyek az üzletbe, mondják meg, hogy lehet szaxofonozni, tanulni. Kaptam egy könyvet, és autodidakta módon űzöm azóta is. Hát nem csináltam meg az év üzletét, megmaradt hát a szaxofon. Hát azért, mert hogy szaxofon királynőjeként is emlegetnek téged, tehát szerintem azért elég jó üzlet volt ez. Hát, ha így vesszük, igen, akkor az évezred üzletét csináltam. Szóval születik ez a bizonyos vlog, ami tehát arról szól, hogy te hogy élsz, nyilván lesznek benne különböző sporttanácsok, különböző táplálkozási tanácsok, és gondolom arra is lesznek majd jó mondatok, hogy akkor ha az ember elkezdene fehér szaxofonon játszani, akkor milyen könyveket vegyen meg, vagy milyen internetes oldalakat keressen fel. Hát igazándiból én nem azt ajánlom, hogy okvetlen könyveket, menjenek el rendesen suliba, amit egyébként most csinálnak is, tehát most már hozzá kell tenni, hogy nagyon sok jó szaxofonos lány van, de ők gyerekkoruk óta suliba járnak. Én meg ezt ugye hangképző tanárnő vagyok, tehát képzett énekesnő, de a szaxofont azt abszolút nem tudom hány éves voltam, tehát majdnem 20 éves voltam. Akkor születtek is dalok egyébként ezzel kapcsolatban, kérik nem félreérteni, vagy kéretik nem félreérteni, I love sex, ez volt egyébként a címe, meg sex, sex, sex. Köszönjük szépen, hogy jöttél, nagyon szépen, kellemes köszönjük. További szép napot kívánok. És várjuk a vlogot határozottan. Igen, jelentkezni fogok.